Így néz ki a Nyíregyházi Kulturális Negyed legújabb múzeuma, közvetlenül a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola szomszédságában. Az épület tervezője ugyanaz a Balázs Mihály építész, aki 20 évvel ezelőtt a főiskolát tervezte, ezúttal azonban a tégla helyett tört-fehér vakolat határozza meg a külső megjelenést, mondta Szabó Irén, a Görögkatolikus Múzeum és Tanulmányi Ház igazgatója. Az épületnek a karaktert adó része a homlokzaton található 9 ablak mélyedés. Ezek valóban ablakok, de a felde részen található opál üvegek azok, amelyek bevilágítják a belső tereket. Mert ezek az építészeti elemek kettős funkcióval bírnak, egyrészt nagyon is gyakorlati szerepük van, másrészt pedig szimbolikus jelentésük. A gyakorlati szerepük az, hogy a belső tereket akkor is, hogyha nincs energiaellátás, akkor is be tudják világítani, de nem direkt fényel, hanem szűrt fényel. Másrészt pedig az ablakok közötti terek, azok belülről 4 emelet magasságig végigfutó, kürtőszeren végigfutó terek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a földszinttől a 4. emeletig kinyitva az ezeken található szellőző nyílásokat friss levegővel tudjuk átszellőztetni az épületet. Ez pedig az első emeleti kiállítótér, amely időalagúttal várja majd az érteklődőket az opál üvegen átszűrődő fényben. Időalagút, ez azt jelenti, hogy a görögkatolikus egyház története kezdetektől napjainkig, párhuzamba állítva a magyar és egyetemes köztörténeti eseményekkel, de rendhagyó módon nem csak szövegeket, hanem képeket is bele kombinálva tudja végigjárni a látogató. És tulajdonképpen azt, amit a nagy kiállító térben végignéz, információkat itt egy időkeretbe is be tudja helyezni. Az első emeleti időalagút mellett található az Észak-Kelet-Magyarország különféle templomaiból származó ikonokból álló kiállítás. Egyebek mellett Tolcsváról, Nagydobosról, Kántor Jánosiról, Hodászról, valamint a Néprajzi Múzeumból kerültek ide ezek a műtárgyak. Ugyancsak az első emeleten található a Magyar Komjátról, vagyis a mai Ukrajna területéről származó ikonosztáz, amelyet mintegy 2 éves rekonstruálási munkálat után 80%-ban sikerült helyreállítani. A múzeum második emeletének kitekintő ablakai révén egészen közelről és más perspektívából is megtekinthetők az első emeleti ikonok, de ugyanitt egy önálló gyűjtemény is helyet kapott. Szabó Irén úgy fogalmazott, a múzeum létrejötte, kettős küldetésnek tesz eleget. Az első és legfontosabb dolog, hogy a egykori Munkácsi Egyházmegye, vagy a történeti Magyarország területén élt görögkatolikusság egyházművészetéhez és történetihez kapcsolódó tárgyi egyházművészeti anyag írásos dokumentumoknak a összegyűjtése, kutatása és hozzáférhetővé tétele. A másik nagyon fontos, hogy ma Magyarország területén fölelhető és a keleti egyházi kultúrához kapcsolódó tárgyi anyagodnak is helyt adjunk. Szabó Irén hozzátette, a május 1-én nyitó múzeum földszintjén a tervek szerint olyan időszakos kiállításoknak is helyt szeretnének adni, amelyek akár a kortárs görög katolikus kötődésű alkotók munkáit is be tudják mutatni.